Dávid Dóra a londoni King's College-ben és a Cambridge-i egyetemen végzett jogász. 13 év jogi tapasztalattal rendelkezik, többek között a versenyjog, az adatvédelem és a fogyasztóvédelem területén. Dolgozott nemzetközi ügyvédi irodáknál, tech cégeknél, a londoni tőzsdén, Jamie Oliver cégénél, az Európai Bizottság jogi szolgálatánál, nemzetközi civil szervezetnél és jogi önkéntesként Magyarország ENSZ képviseletén. 4 nyelven beszél, jelenleg a Meta jogtanácsosa Londonban, ügyfelei, szoftverfejlesztők. Elérkezettnek látja az időt, hogy szaktudását és tapasztalatait a hazája érdekében kamatoztassa európai szintéren. Mindegy, szóval, hogy csak a partra szállásról jutott eszembe ez a kiváló sztori. Az a különleges helyzet állt elő Magyarországon, hogy a magyar politikai kultúra történetében először a Tisza párt egy nyílt pályázatot hirdetett európai parlamenti képviselői jelölti pozíciókra. 538 jelölt gondolta úgy, hogy ő alkalmas lehet arra, hogy képviselje Magyarország érdekeit és a Tisza pártot az Európai Parlamentben. A szavazó polgárok pedig döntöttek, és 10 jelöltet szavaztak be a végső fináléba, akik képviselő jelölti pozíciójukban most már itt vannak velünk és ebben a beszélgetésben. Nagyon örülök, hogy találkozunk és tudunk beszélgetni, úgyhogy Dóri, köszöntelek, Dávid Dóra a vendégem. Igazából nem tudom, te hogy élted meg ezt a nagy figyelmet, ami most az utóbbi időben felét fordult? Hát ez szokatlan, nagyon szokatlan ugye a közszereplés, ez egy nagy újdonság, még nem természetes, ebben nyilván bele kell szokni, de minden esetre ez alkalmat ad arra is, hogy végre megköszönhessem a rengeteg szavazónak, hogy rám szavaztak, és hogy tényleg rengeteg támogató, kedves üzenetet küldtek nekem ismerősök, ismeretlenek is, ami nagyon-nagyon jól esett, tényleg mosolyt csalt az arcomra, úgyhogy ezt nagyon szépen köszönöm mindenkinek. De hogy így mosolyogsz, én most azt látom, hogy azért ez neked egy pozitív élmény nagyon, nem? Így van, ez erőt ad nyilván, ez pozitív, az emberekből áradó szeretet, bizalom, ugyanakkor nagy felelősség is, tehát azért ezt nem felejtem el, és igyekszem majd megfelelni az elvárásoknak, és a tőlem tehető legjobbat hozni, hogyha bekerülök az Európai Parlamentbe. Te hogy érzed egyébként, változott-e valamiben az életed, amióta elindultál ebben a megbérettetésben? Dupla annyit dolgozok, mint eddig, mert még főállásban dolgozom a Metánál, tehát nyilván azt elkötelezett vagyok, hogy ott is jó munkát végezzek, de közben próbálok azért besegíteni a kampányba is. Nyilván miután Londonban élek és tartózkodom, ezért kicsit jobban el vagyok szigetelve a mindennapi média megnyilvánulástól, ez egyben segít is arra, hogy abban, hogy koncentrálhassak az adott feladatra, de nyilván más újdonság, tehát azért az, hogy figyelemmel kísérnek mások is, ez szokatlan. Én azt gondolnám, hogy az ember, amikor elhatározza, hogy elindul egy ilyen megmérettetésen, azért előtte azokkal, akik közel állnak hozzá, megbeszéli ezt a kérdést. Nem tudom, te kikkel beszéltél, vagy egyeztettél arról, hogy belevágni, nem belevágni, elindulni, nem elindulni, és ők mit szóltak ehhez az ötletedhez? Abszolút, igen. Tehát elsősorban a családommal, szüleimmel és öcsémmel beszéltem ezt meg. Jó volt ebből a szempontból, hogy az Európai Bizottságnál dolgozik, tehát ő neki még jobban van belelátása az Európai Uniós intézmények működésébe, és hogy ez mivel járhat. Nekem is van némi tapasztalatom ezen a téren, a szakmai hátteremből kifolyólag. De ugye először egyébként egy családi ismerős hívta fel a pályázatra figyelmemet. Nyilván érdekesnek tűnt szakmailag, és engem az megfogott, hogy végre a hazám érdekében is tehetek valamit, és akkor ezt a szüleimmel és öcsémmel is átbeszéltem. Egyébként lehet, hogy ez még érdekes információ, hogy ez már megfordult előbb is a fejemben, hogy a szakmai tapasztalatomat itthon, vagy a magyarok érdekében kamatoztassam, mert ugye volt ez a gyere haza fiatal pályázat. Körülbelül egy évtizede már, annak a keretében többször is próbálkoztam, nyitott voltam arra, hogy hazajövök, de akkor sajnos nem volt igény az akkori szakmai tapasztalatomra, nem volt állás lehetőség, és azt nem szerettem volna, hogy állást kreálnak nekem, úgyhogy ez akkor abban maradt, de amikor jött ez a lehetőség, akkor nyilván ez megint előjött ez az érzés, láttam a márciusi, áprilisi tüntetéseket, azok nyilván megfogtak, és akkor úgy gondoltam, hogy megpróbálom.
És bíztatott akkor ezek szerint mindenki a családból, az ismerősök közül. Volt, aki féltett? Szerintem ez annyira gyors volt ez az egész, hogy ezt a részét a dolgoknak nem volt annyira időnk átgondolni, úgyhogy először lelkesedés és biztatás volt mindenkiben, aztán utána, amikor továbbment a folyamat, és ugye ki lettem választva a top 10-be, akkor azért így én is elgondolkodtam, és akkor nyilván jött a féltés is a család és a szülők részéről, hogy ez ugye a közéleti szerep mivel járhat. De ilyenkor mindig a célra kell koncentrálni, hogy miért is jelentkeztem, és miért is szeretném ezt csinálni. Egy picit szerintem világítsuk meg a nézők számára azt, hogy te honnét jössz, hol élsz, hol dolgozol, mivel foglalkozol. Csak néhány mondatban. A bemutatkozó videódat szerintem mindenki meg tudta már nézni a YouTube csatornán, igen. De most itt szerintem ez szintén egy jó alkalom lehet. Igen, igen. Hát aki már látta a bemutatkozó videómat, az tudja, hogy pécsi lány vagyok, Pécset születtem. Gyerekkorom nagy részét ott töltöttem. Édesapám 16 éves koromban kiköltöztünk, amikor idegsebész főorvosi állást kapott Angliában, és akkor én már kint érettségiztem. Ez egyébként nem volt annyira egyszerű, szomorú szívvel hagytam itt a barátaimat, nagyszüleimet, a beilleszkedés. Ugye az, hova jártál, a Lőveibe? Nem a Lőveibe, a Lőveinek a versenytársának, a Tiborc, vagy magyar-német nyelvi iskola, központ egy két tannyelvi iskola, de azért tartom a kapcsolatot a barátaimmal, akikkel megmaradt a kapcsolat, amikor hazajárok minden nyáron, ugye nincs nyár Balaton nélkül, amikor Pécset karácsonyozunk, akkor azért igyekszem találkozni a meglévő barátokkal. Meg a meccsekben most már néha előfordul, hogy még esik hó. És fel lehet menni szánkózni. Így van, de sajnos a hó az el szokott kerülni az utóbbi időben. Fehér karácsony régen nem volt már. És akkor azért jó hangulatban gondolom Pécsen itt telnek az ünnepek is gyakran. Így van, igen. Ez nekem sokkal meghittebb, mint Angliában. Egyébként milyen volt 16 évesen bekerülni abba a közegbe, és egyszer csak Angliában gondolom új nyelv, új barátok, új ismerősök. Ez mennyire volt számodra sokkoló élmény? Szerintem gyerekként kevésbé sokkoló, mert a gyerekek annyira könnyen alkalmazkodnak az új közeghez, és kevésbé van bennük félsz meg szorongás, és ugye az az előnyük is megvan, hogy az agyuk úgy fog, mint a szivacs, tehát magukba tudják könnyen szívni a nyelvet. Azt tudni kell, hogy én miután két tannyelvi iskolába jártam, ezért angolul nem beszéltem, annyit tudtam, hogy Old MacDonald had a farm, E-I-E-O, ami nem volt túl hasznos. Hát, hogyha tábortűzés élményeitek igen. voltak a többiekkel, akkor szerintem te voltál a sztár. Ott általában esik az első, úgyhogy ilyen nincs. De nyilván, tehát új élmény volt, nagyon más volt. Hatan voltunk fehér gyerekek a 30 fős osztályban, tehát abszolút teljesen más volt, mint Magyarországon. Több kultúrával szembesültem, fiatalon, több nyelvvel, és ez nagyon érdekes volt, és abszolút ebből kifolyólag azt tanultam meg, hogy mindenki értékes ember, és mindenki sok mindent hoz az adott témához. Igen, és a közösséget inkább gazdagítja. Így van. Tehát ez egy izgalmas dolog, de egyébként így utólag visszatekintve számodra mit jelent, hogyha párhuzamba kellene tenni azokkal a lehetőségekkel, azokkal az élményekkel Anglia és Magyarország, ha ezt valahogy össze kellene vetni? Oktatás szempontjából? Élmény, vagy, oktatás, élmény. Igen, bármelyik. Hát nem is tudom, mondom, ez abszolút multikulturális környezet volt Angliában, az teljesen más volt, és máshogyan gazdagította a közösséget. Más nyelv, más követelmények, elvárások. Itthon azért szerintem színvonalasabb volt az oktatás. Az is lehet, hogy nem ugyanolyan szintű iskolába mentem ott, mint itthon, de nagyon jó alapokra építkeztem ott kint. És hát ugye, ha minden napokról beszélünk, akkor nyilván a magyar konyha az mindent ver. Angliában sokféle konyhával ismerkedik meg az ember, meg sokféle étellel, ami
nagyon érdekes és jó, de a brit konyha nem arról híres, hogy annyira gazdag, mint a magyar. Erről van egy elméletem, hogy a brit konyhával, ha vannak gondok, egyébként mindenki ezt mondja, akkor miért? Az azért, mert Magyarországról a karosszéria lakatosok jelentős része kiment Angliába, és most szakácsként helyezkedett el, és valószínűleg ez nem könnyű, nem könnyű szinkronba hozni. És lehet, hogy tőlük vette a Jamie Olivera a gulyásleves receptet, mert amikor nála dolgoztam, akkor adta ki ezt a, semmi közöm nem volt hozzá, de sokan kritizálták, hogy annak semmi köze nincs a gulyásleveshez. Na tessék! Egyébként, hogyha öt szóval, ugye te jártál Cambridge-be is. Igen. Hogyha öt szóval kellene mondjuk jellemezned, vagy elmondanod, hogy milyen élmény Cambridge falai között járni, tanulni, barátkozni, ismerkedni, akkor azt hogyan lehetne elmesélni nekünk, hogy egy kicsit talán mi is így beleszippanthassunk ebbe a légkörbe? Hát abszolút Harry Potteri világ. De ennyire, tényleg? De tényleg abszolút. Én nem is vagyok Harry Potter rajongó, de abszolút Harry Potter jutott eszembe róla. Baglyok hozták az indexedet? Azt pont nem, meg nem repültem seprűn. De ezt leszámítva minden este mindenki talárban sorakozott, fekete talárban sorakozott a 16. századbeli ebédlő előtt. És akkor bementünk az ebédlőbe, mindig valaki... latinul elmondott szörnyű angol kiejtéssel egy fohászt, és akkor mindenkinek ugrott a háromfogásos nagyon finom vacsorának. Na, ez jól hangzik. De gondolom azért azok a projektek, amiken ott kellett dolgozni, vagy amiket meg kellett oldani, azért az is egy fantasztikus élmény lehetett. Így van, tehát nyilván világhírű professzorok, tanárok tanítanak, de az egész Cambridge élmény nem csak az előadó teremről szól, meg a szemináriumokról, hanem a közösségről, tehát megint csak egy nagyon nemzetközi társasággal verődtünk össze, és ugyanígy gazdagítottuk egymás tudását, a közösséget. Nyilván voltak elvárások, követelmények, szerencsére mind megfeleltünk ennek, de közben nagyon sok jó élménnyel gazdagodtunk. Egyébként itt a kapcsolati hálód is úgy érzed, hogy azért bővült annyira, tehát abszolút. Maradtak meg tartós barátságok igen, is ebből igen, az időszakból, igen, akik abszolút. Mondjuk netán nem tudom, szintén akár európai vezető pozíciókban helyezkednek hát el? Ott még nem, szerintem ez a generáció most kezd el helyezkedni, de nemzetközi szervezetekben, nemzetközi ügyvédi irodákban, tehát, és világszerte mindenhol. Tehát megvannak a kapcsolatok, igen. Aha. Hogy érzed, mi volt a legnehezebb kihívásod Cambridge-ben? Hát, ugye tanulmányilag nyilván nem volt könnyű, tehát vizsgázni kellett, és egy vizsga van évvégén, és vagy sikerül, vagy nem. Arra nyilván kellett készülni, és mindenki görcsösen készült arra. A tanulmányokon kívül pedig eveztem is, belekóstoltam az evezésbe, ami az a hosszú hajús, 8-an ülünk benne, és én adtam a ritmust, mint a vezető evező, és ugye amikor evező versenyekben részt vettünk, akkor azért nagy felelősség volt, és egyszer be is akadt az evező a vízbe, úgyhogy ciki volt, nem elsőként fejeztük be, de célba értünk. De az élmény megvan. De az élmény megvan, így van. És egyébként mi volt a legnagyobb örömöd, ha már a nehézségekről beszéltünk, azért a napfényről is beszéljünk, mi volt a legnagyobb örömöd mondjuk Cambridge-ben? Hát tényleg a társaság, a közösség, tehát hogy annyira sok értékes, érdekes emberrel találkoztam, akikkel mai napig nagyon szoros barátságban vagyunk. Tavaly volt egy, a Covid miatt el lett halasztva ugye a 10 éves találkozunk, ezért 14 év után találkoztunk először tavaly, és ez tényleg Amerikából, Európából, több helyről összejött mindenki, és ez tényleg nagyon jó élmény volt. Ilyenkor újra előszediketek a régi élményeket, és ezekről beszélgettek, vagy pedig azért a világ problémái is ugyanúgy előkerülnek, és mondjuk erre is kerestek válaszokat netán egy-egy pohár sör mellett. Igen, minden szóba kerül, nyilván, általában egyébként Magyarország szokott szóba kerülni, mert ugye Magyarországról tud sok mindenki manapság, és sajnos azzal nem... Mint ahogy a bemutatkozó videómban mondtam, nem Puskás öcsi és a gulyásleves jut már eszükbe elsőre. Hanem mi történik ilyenkor? És miket kérdeznek tőled rólunk? Hát, hogy a jelenlegi kormány, és hogy milyen álláspontokat képviselünk, hogy mi folyik itthon, de hogy a világszínpadon is milyen álláspontokat képviselünk, és hogy ez mennyire nehéz és sokszor érthetetlen. Megoldásokat nem szoktunk találni ezekre a dolgokra, de felmerülnek ezek a kérdések, és ez nekem személyesen egyébként nagyon rosszul szokott esni, mert
mert nem szeretném, hogyha összemosnák a magyarságot a jelenlegi kormánnyal. Tehát magyar az nem egyenlő a Fidesz, hanem ennél sokkal, sokkal többről szól, és egy nagyon tehetséges nép vagyunk, nagyon sokat letettünk az asztalra minden téren, Karikó Katalin, rengeteg olimpiai bajnok, stb. És azt szeretném, hogyha inkább ez jutna az embereknek eszébe Magyarországról, nem pedig a jelenlegi politikai helyzet. De gondolom azért ezeket is ugyanúgy tudják, csak éppen tudják, csak nem ez elhomályosítja. Van így igen, van, igen, igen, igen. Tehát ugye ezt elhomályosítja. Egyébként neked honnét jött az inspiráció ahhoz, hogy foglalkozz, vagy egyáltalán gondolkozz politikával, politikáról? Ez érdekes kérdés, mert én nem úgy indultam ennek neki, hogy én politikus szeretnék lenni, tehát nekem semmi politikai hátterem nincs. Én ezt szakmai motivációból, meg szemszögből közelítettem meg, és úgy is szólt a kiírás, tehát hogy szakmai tapasztalattal, vagy releváns szakmai tapasztalattal rendelkező embereket keresünk, hogy végre egy kicsit újítsunk, és hogy tényleg szakmailag képviseljük a magyar érdekeket Brüsszelben. Úgyhogy nekem nem ez a politikus vonal volt az elsődleges motiváció, sőt egyáltalán nem volt ez. Most nyilván ezzel jár, és ebbe bele kell tanulni, majd bele is fogok tanulni. Remélem, hogyha ugye kijutunk, de nem ez volt az elsődleges motiváció. Azon gondolkodtál-e, vagy egyáltalán kaptál-e bármilyen visszajelzést a barátoktól, ismerősöktől, amikor megtudták, akár külföldön, akár Magyarországon, hogy te elindultál, ők hogyan, főleg a külföldiek akár, hogyan reagáltak arra, hogy te megbéretteted magad itt? Egyébként nagyon pozitívan, nagy meglepetéssel, és abszolút lelkesen. Tehát nyilván a munkahelyemen is elmondtam, mielőtt publikus lett a videó, hogy ez van, és ezt úgy vezettem fel, hogy adtam egy kis kontextust, mert Amerikában, amerikai főnökeim vannak, Amerikában élnek, nem tudom mennyire vannak ők például képben a magyar politikai helyzettel, úgyhogy ezt úgy vezettem fel, hogy ugye elmeséltem, hogy mi van Magyarországon, a kegyelmi botrányt, az ebből ugye származó tüntetéseket, tapra magyarok mozgalmát, és hogy volt ez a kiírás kétnapos határidővel, és én úgy gondoltam, hogy ezt megpróbálom, és hogy két nappal később behívtak interjúra, péntek este, vasárnap reggelre, vasárnap estére már közölték velem, hogy a top 10-ben vagyok, hétfőn kellett bemutatkozó videót csinálni, és holnap felrakják a videómat, és két nap múlva lesz arról szavazás, hogy milyen helyen, a listán melyik helyen leszek, és hogy a legtöbb szavazatot nyert hölgy lesz majd a lista tetején, és ugye majd leestek a székükről, hogy úristen, és ez te vagy? És mondom, igen. És akkor először ugye nagyon-nagyon lelkesek voltak, és mindenben támogatni szeretnének. Aztán utána, amikor újra találkoztunk, akkor leesett nekik a tantusz, hogy úristen, elmész, akkor most azonnal kezdjük el azt, hogy megpróbálod átadni a tudást valaki másnak, hogyha tényleg ebből az lesz, hogy elmész, akkor ne hagyd cserben minket. Hogy most kicsit többet kell dolgozni emiatt, de amúgy támogatóak voltak, igen, tényleg. Egész kalandos ezt, igen, így, kalandos, ezt így megélni, ez tehát így azért ez egy érzelmi és szakmai hullámvasút. Így van, ez mint egy tornádó, az biztos. Igen, vitathatatlanul egy izgalmas élmény és egy izgalmas, igen, kaland. Ha egyébként, Dóra, ki kéne emelned mondjuk egy dolgot, ami a leginkább zavar a mai Magyarországban, akkor az mi lenne? Lehet több is, ha netán ilyen jut eszedbe. A gyűlöletkeltés, meg az ellenségképek kreálása. Szerintem ez pláne európai szinten nem vezet konstruktív munkához, tehát először is önként jelentkeztünk, hogy beszálljunk ebbe az Európai Unió klubba, aminek vannak játékszabályai, amit önként elfogadtunk. Játékszabályok szerint kellene játszani, és a gyűlöletkeltés, meg ellenségképkeltés, meg a brüsszelezés az nem vezet eredményre, így igazából konstruktívan kéne csapattagként jelen lennünk, és közösen formálni a Európa jövőjét, nyilván a magyar érdekek figyelembevételével, de szerintem azzal konstruktívan sokkal többet el lehet érni, mint azzal, hogy kiplakátoljuk az országot, és mindent Brüsszelre kenünk. Mi az a, viszont muszáj ilyenkor mellé tennem azt is, hogy mi az az egy dolog, amit viszont nagyon szeretsz Magyarországban, ami szerinted igenis jó, ami a legfontosabb érték itt? Hát, ja, megint, ami először az eszembe jutott, az a magyar konyha volt, de azt tudom, hogy nem feltétlen érték. Szerintem, amit nagyon szeretek Magyarországban, hogy annyira sokszínű, annyira
tehetséges nép, tényleg. Úgyhogy szerintem büszkék lehetünk magunkra, és szeretném, hogyha büszkébbek lennénk magunkra, mert van mire büszkék legyünk. Te egy multikulturális környezetből érkezel, sokféle emberrel, a világ minden tájáról együtt, összehangolt munkarend szerint dolgoztok, és értek el eredményeket. Szerinted hogyan lehetne elérni azt itt Magyarországon is, hogy egy ilyen multikulturális környezetben hatékonyan tudjunk együtt dolgozni, együtt gondolkodni másokkal? Hát szerintem a hozzáálláson kell változtatni, tehát hogy ne rekesszünk ki senkit, fogadjunk be mindenkit, reprezentatív demokráciában élünk, a reprezentatív szóba benne van, hogy mindenkinek az érdekét próbáljuk meg bevonni a párbeszédbe, és az alapján kialakítani egy olyan közös álláspontot, amivel bár kompromisszumok árán nyilván, de minden, azt az álláspontot tudjuk elérni, ami a legjobb mindenkinek az adott érdekek képviseletében. Mi a tapasztalatod egyébként a te munkahelyedén, és hogyan érik el azt, hogy ez a multikulturális környezet ez minél gördülékenyebben, olajozottabban működjön? Abszolút úgy, hogy mindenkit egyenlőnek tekintenek, és nem számít, hogy ki honnan jön, miben hisz, milyen háttere van. Az számít, hogy egy csapat vagyunk, és egy cél érdekében dolgozunk együtt, és hogy gördüléken, de nincs hierarchia, mindenki hozzáad valami jót, és együtt dolgozunk a közös cél elérésének az érdekében. Jogászemberként mit gondolsz, mi lenne a lényegében, miben változtatná meg a hazai viszonyokat szerinted, hogyha csatlakoznánk az Európai Ügyészséghez? Hát abszolút abban segítene, hogy ugye visszaállítsuk a jogállamiságot, ami ugye felszabadítana egy csomó EU támogatást is, ami a jogállamisággal felmerült kérdések miatt zárolva van jelenleg, annak ellenére, hogy a kormány már hozott igazságügyi valamely intézkedéseket az igazságügyi reform terén, de a pénzek nagy része még mindig zárolva van, mert nem tettünk eleget a jogállamiság és a korrupció ellenes követelmények teljesítése érdekében. Az EU egy ügyészség pedig a korrupció felgöngyölítésében és felszámolásában nagyon sokat segítene, és nem is értem egyébként, hogy most nem akarja azt a kormány, hogy megtaláljuk azt, hogy kiloptál a pénzünket, és hogy hogyan nem lett elköltve, vagy nem. Tehát ezt szerintem nem kéne, hogy kérdés legyen. Mert nyilván egyelőre most az Európai Csalás Elleni Hivatal az vizsgálja, hogy Magyarországon is mi történik az EU pénzekkel, hogy tisztességesen lettek elköltve, vagy sem, de az Olafnak nincsen hatásköre arra, hogy számon is kérje és büntető eljárást indítson a gyanúsítottak ellen. Tehát azért sok esetben megjelenik Magyarország neve, hogy korrupció gyanús ügyek kapcsán, de itthon nem teszünk ez ellen semmi, nincs számonkérés. És az Európai Ügyészség tudná ezt megtenni, mert hatásköre van arra, hogy büntetőjogi eljárást indítson akkor azok ellen, akik korrupció gyanúsan költötték el az EU támogatásokat. Addig, amíg netán nem csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, mit gondolsz, hogyan lehetne visszaszorítani az EU-s pénzeket övező korrupciót? Ez egy jó kérdés, hát itthon kellene ugye számon kérni és az ügyészségnek vizsgálnia és ugye bíróság elé vinni az ügyeket, de hát miután ez nem történik meg, vagy hát bízunk benne, lehet, hogy meg fog történni, lehet, hogy folytatjuk az igazságügyi reformokat és oda is el fogunk jutni. Az biztos, hogy nehéz elképzelni itthonról például, hogy milyen lehet akár versenyjogászként dolgozni a londoni tőzsdén. Szóval, hogy milyen? Egy picit néhány szóban ezt el tudod nekünk mesélni, mert ez is egy külön izgalmas téma, és hát ez is egy klasszikus állomása volt az életednek. Így van, igen. Amikor Londonban az ügyvédi irodánál, nemzetközi ügyvédi irodánál dolgoztam, Freshfields nevű ügyvédi irodánál, akkor a londoni tőzsde volt az egyik ügyfelünk, és oda kihelyeztek engem is, hogy segítsek egy tranzakció
bejelentésénél, ugye a londoni tőzsde megvette egy másik céget, ez egy nemzetközi tranzakció volt, és ezért több versenyhatósághoz be kellett jelenteni a fúziót. Az én feladatom pedig az volt, hogy a tőzsdés szakértőkkel tárgyaljak, hogy megszerezzem az ahhoz szükséges információt, hogy értékelni tudjuk, hogy hol lehetnek esetleges átfedések a vállalatok működésében, és hogy ez miért, adott esetben miért nem vett fel versenyjogi aggályokat. Nekem ez ebből az élményből, ez volt az az első alkalom, amikor abszolút egy számomra teljesen idegen területre bele kellett ásnom magam, és ez minthogyha kínaiul beszéltek volna hozzám, hiába beszéltek angolul, nem értettem, mert abszolút komplex technikai fogalmakkal fogalmaztak, de nagyon gyorsan bele kellett magam ásnom, mert ugye meg kellett érteni, és csak úgy tudtam előadni, hogy akkor mi a helyzet, hol lehetnek az átfedések, milyen problémák merülhetnek fel. És ez mai napig így van egyébként, a mostani munkámban is szoftverfejlesztőkkel dolgozom, a téfitekkel ellentétben semmi közöm nincsen a Facebookon megjelent tartalmak szabályozásában. Ugyan tudom, hogy ezek fontos kérdést vetnek fel, azt is tudom, hogy a Meta komolyan veszik, de nem a Meta szóvivője vagyok, és nem vagyok felhatalmazva arra, hogy a nevükben beszéljek. Én inkább az adtek területén dolgozom, és szoftverfejlesztők az ügyfeleim, zsenik, abszolút iszonyatosan okos emberek, de nagyon nehéz megérteni, hogy mit akarnak fejleszteni és hogyan. Mit gondolsz, hogyan lehetne javítani Magyarország külföldi megítélését? Egyáltalán kell-e? Személyes tapasztalataim alapján kell, mert ahogy már mondtam, ugye sajnos az embereknek nem a sok értékünk jut eszébe, egy kis országok vagyunk, de ahhoz képest rengeteget letettünk az asztalra. Mindig elmesélem az embereknek, hogy Rubik kocka az magyar. A bíró, a toll, amit használsz, az bíró, az is magyar. Tehát, hogy fontos nekem, hogy mit gondolnak nem csak rólam, hanem a magyarokról, mert úgy érzem, hogy amit rólam gondolnak, azt egyenlővé teszik azzal, hogy ja, akkor a magyarok ilyenek, miután nincs belőlünk sok a világban, nem feltétlen találkoznak sok magyarral. Úgyhogy szerintem személyes hozzáállás, azt tudom legjobban hozzátenni. Mondtad, hogy mindenki hozzátesz valamit egy multikulturális környezetben, te a magyarságoddal mit viszel oda szerinted? A tehetséget, a szaktudást, a több nyelven tudást, és én ebben nem vagyok egyedül. Tehát most ez egy kiváltságos helyzet, hogy engem választottak ki, de volt 537 másik jelentkező is, és egyébként valószínűleg, ha több idő lett volna, lehet, hogy sokkal többen is jelentkeztek volna. Úgyhogy a tehetséget. Fontos az önbizalom, tehát enélkül nem is érdemes nekivágni. Néhány kérdésem maradt még így a végére, ezek egy kicsit könnyedebb kérdések lennének, hogyha benne vagy egy ilyen kis játékban. Hogyha bárkit a világon meghívhatnál egy ebédre, akkor ki lenne az, akivel leülnél egyet ebédelni, és mondjuk vele beszélgetni egy jót? Ezt lehet, hogy majd ki kell vágni, mert Ryan Goslingra gondoltam elsőre, nem pedig Barack Obamára, vagy egy politikusra. Jó, lehívhatsz két embert is, tehát, hogy alapvetően tudunk megengedőek lenni. Tehát, hogy Ryan Gosling és Barack Obama lenne akkor? Biztosan nagyon érdekes beszélgetések lennének, igen. Melyik az a hobbi vagy tevékenység, ami a legnagyobb örömmel tölt el? Szeretek teniszezni, legalábbis próbálkozni. Nem vagyok Maria Sarapova, az biztos. Agyagozni, korongozni, tehát az ilyen kreatív dolgokkal is szívesen foglalkozok, hogyha az idő engedi. Az a helyzet, Dóra, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethetünk, és nagyon sok sikert és erőt kívánok a további munkádhoz. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, én is.